Most pedig egy karfiol levest szeretnék készíteni, mégpedig főtt tojás betéttel. A szakácsszakma klasszikus szabályai szerint ezt egy húslevesben vagy alaplében kéne föltennem főni, illetve egy zöldség alaplében, ha vegetáriusok is kóstolják az ételt, illetve vegetáriusok is esznek belőle. De miután nekem most ez nincs, ezért egy picit csalok, és most jól jön nekem a Podravkának az ételízesítője. Ebből fogok egy kicsit beletenni. Így mi. Kvázi ő vele sóztam és ízesítettem, és ő az, ami az alaplevemet pótolta. És akkor kezdek. Az egyik, amit szeretnék, hogy legyen egy kis plusz íz ebben a karfiollevesben, és én azt találtam ki, hogy egy nagyon pici zellert fogok beletenni, épp csak egy cikket, de csak azért, hogy egy pici más legyen benne olyan, amire úgy rákérdez az ember, hogy van benne valami, de nem tudom, hogy mi az. Na, ez lesz ez a kis zeller. Aztán kerül még bele egy fej karfiol, amit én már nagyjából rózsáért szedtem. Kerül bele egy darab krumpli. Ez azért kell, mert nem egy karfiol pürét készítünk, ahol brutálisan a karfiol ízének kell jelen lennie, hanem egy könnyű krém levest. És szeretném, ha egy bizonyos százalékot éppen ezért elvinne az ízéből a krumpli. És így egy könnyedebb karfiolos ízt kapunk. Így. Ő is megy ebbe a alaplébe, mondjuk így. A karfiolt pedig nem is kell olyan vészesen földarabolni, de annál hamarabb megfő. Így mi. Aki nem jut éppen friss karfiolhoz, bár egész évben kapható és nem túl drágán, az nyugodtan használjon mirelitet, ez az étel gyönyörűen elkészíthető abból is. Nos, időközben megfőtt a karfiol, sőt nem csak a karfiol, hanem benne a krumpli, meg az a picike zeller is. Úgyhogy én ezt most merülő mixerrel gyorsan pürésítem. Ez egy ragyogó találmány, ez a merülő mixer, ezt kötelező mindenkinek beszerezni otthonra. Régen a szakácsmesterek, hogy ilyenkor megfőtt a leves, szőrszitán passzírozgatták haberővel, hát el lehet vele pepecselni, de ez így nagyon penge. Gyakorlatilag itt a levest önmagában a sok zöldség sűríti. Ha valaki egy kicsit sejmesebb ízre vágyik, akkor egy kevés keményítőt keverjön össze egy pici hideg tejszínnel vagy vízzel, öntse hozzá, és akkor még bársonyosabb ízű lesz a leves, illetve bársonyosabb állagú lesz, és egy kicsit krémesebb ízű. Öntök hozzá egy pohár tejszínt, ez jóféle házi tejszín, én ezt szeretem. Így. Így még nem borsoztam, úgyhogy most még azt megteszem. Így. Egy parányi citromlevet, ecetet, vagy ha van otthon kovászos uborkalé, csak egy cseppnyit, hogy legyen egy kis plusz íz, egy pici pikantériája. Na most jól adok neki a mixerrel. És akkor megkóstolom, ha kell utána sózom, és szerintem még teszek bele apróra vágott petrezselymet. Semmi más, tálaláskor pedig főtt tojás fog a tetejére kerülni. De jó. Egy pici só és készen is vagyunk. Meg a petrezselyem. Így mi? Petrezselyem. Sóról beszéltünk. Só. Így. Egyszer átkeverem és kész is van. Jó étvágyat kívánok hozzá!